Megtelt vasárnap a református nagy templom. Sokakat érdekelt a reformáció hetének záró ünnepsége. Az ünnepi istentiszteleten református, római katolikus, baptista, pünkösdi és evangélikus felekezetek tagjai is részt vettek. Mindenkinek a szíve innen, ebből a templomból, ebből a Isten megjelenésének, imádatának helyéből emelkedjen föl, emelkedjen felül minden elválasztó korláton, és lehessünk úgy ezen az Isten tiszteleten egymásnak testvérei, ahogy azt Krisztus annak idején hirdette. Az Isten tisztelet részeként bűnvalló imádságot mondott Macák Tamás, aki arról beszélt, hogy az embernek fel kell mérnie Isten hatalmasságát. Dr. Fabin Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke, az egységről beszélt, arról, hogy a keresztényeknek össze kell fogniuk. Úgy, ahogy a cegléden is most teszik keresztények, reformátusok és római katolikusok, evangélikusok és baptisták, pünkösdiek és más felekezethez tartozók, közös tanúságtétellel vagyunk jelen, annak érdekében, hogy elhívja a világot, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus küldött minket. Igen, a mi egységünknek és közös tanúságtételünknek hitébresztő jellege lehet. De beszélt arról a pályázatról is, amit a Reformáció Emlékbizottság hirdetett meg, melyre a Ceglédi Evangélikus Egyházközség is nevezett. 95 kaput, közintézmények, iskolák és templomok kapuit díszítenek fel a reformáció tiszteletére. Visszautalva arra, hogy Luther Márton annak idején 95 tételt szögezett ki a wittenbergi vártemplom kapujára. Ez az ötlet annyira elnyerte a zsűri tetszését, hogy nekik szavazták meg az első helyet és a reformációi díjat, amit Gundel Takács Gábor adott át Szlaukó Orsolya evangélikus lelkésznek és Hegedűs Ágota alpolgármesternek. Az ünnepségen Földi László országgyűlési képviselő az egymás iránti szeretet fontosságáról beszélt. Azt gondolom, hogy itt ma római katolikusok, reformátusok, evangélikusok, baptisták valóban a szeretet jegyében jöttek össze. És nagyon bízom abban, amit püspök úr igehirdetésében hallottunk, hogy megnyílnak a kapuk. A szívek kapujai megnyílnak, és talán az utcán is megismerjük egymást. Példaértékű a különböző felekezetek összetartozása, fogalmazott köszöntő beszédében a polgármester Takács László. Köszönet ezért a felekezeti vezetőknek, akik nem féltékenyen, hanem szeretetteljesen tekintenek egymásra, nyitottak, befogadóak, támogatóak. Köszönet az értékes kulturális programokért, amelyek pontosan követik a luteri gondolatot, reformátor gondolkodással, túlnyúlva a teológia határain, az élet számos területére hatást gyakorolnak. A református gyülekezetnek egy 1931-ben kiadott Bibliát is adományoztak. A könyv még az egykor itt szolgáló papé, Ceglédi Sándoré volt, aki fiának ajándékozta utána. Az ünnepségen énekelt a különböző felekezetek tagjaiból álló kórus is. Valamint a Szabadság téren egy almafát is ültettek közösen, Luther egyik híres mondatának jegyében, ami így hangzik. Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát. Ez az almafa jelképezi az összetartozást, valamint azt, hogy az emberi munka elvégzése után a növény növekedését Isten adja, mondta a püspök.